akkor itt vagyunk újra Mezőhegyesen, a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaival. Itt állunk a polgármesteri, gyönyörű szép polgármesteri hivatal épülete előtt. Hát ez, hogy gyönyörű szép ez a jelző most Mezőhegyes lakosságára, vagy településre igazából nem illik, ugyanis egy borzalmas gyilkosság rázta meg a települést a november elején, amit egyébként már mi, a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai előzetesen már jeleztünk, mikor is helyi lakosok megkerestek bennünket egy család élhetetlen viselkedésével kapcsolatban. Mi eljöttünk és riportfilmet készítettünk, akkor próbáltuk, ilyen nyilvánosságra is hoztuk ugye ezt a problémát, amivel előre borítékolható volt, hogy egy súlyos tragédiába fog torkolni. Ez a tragédia sajnos megtörtént. Mezőhegyesen egy 4 gyermekes családapát gyilkoltak meg brutális kegyetlenséggel, majd gyújtották fel. És akkor itt le is zárulhatott volna ez a történet, csak Mezőhegyesnek a lakossága azért eléggé megrázta az esemény, és rengeteg segítségkérő üzenetet kaptunk a mezőhegyesi lakosoktól, amely folyamat egyébként a mai napig nem állt meg. Ugye megvolt a kegyeleti megemlékezés, megvolt a temetés, a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaival szintén ellátogattuk ide Mezőhegyesre, azt hiszem 10 nappal ezelőtt, hogy biztosítsuk támogatásunkról a mezőhegyesi lakosokat, de ezt követően ugye újra félelem és rettegés borította rá a fájtlát a településre, mivel megjelent itt Mezőhegyesen egy olyan országos hírű provokátor, aki jogvédőnek adja ki magát, Száva Vince személyében, aki újra elhozta Mezőhegyesre a rettegés. Az emberek már próbáltak volna megnyugodni, és most jelenleg ott tartunk, hogy itt mindenki attól fél Mezőhegyesen, hogy sok száz cigány fog ide érkezni Mezőhegyesre. Ahogy ismerjük Száva Vincének ugye a múltját, a Száva családnak a bűnözői mi voltát, illetve a Száva Vincének konkrétan a kapcsolatrendszerét, tehát tudjuk, hogy ezek a keményvonalas cigány bűnözők, akik ide készülnek, vagy akikkel Száva Vince ugye megfenyegette a mezőhegyesi lakosokat. Ezügyben vagyunk itt, hogy feltárjuk ennek az újabb botrányos esetnek a körülményeit, amely során már egyébként találkoztunk Mezőhegyes polgármesterével is, és egy órás egyeztető tárgyalást folytattunk le, amelynek a végeredménye az lett, hogy sikerült megállapodnunk egyébként a polgármester úrral. Tehát nekem elmondta, hogy ő sem hívta ide Száva Vincét, tehát nem is érti, hogy milyen apropóból keveredett ő ide, Mezőhegyesre. Mi abban állapodtunk meg, hogy együtt fogunk működni, abban az értelemben, hogy Mezőhegyes lakosságára, Mezőhegyes lakossága újra nyugodtan és biztonságosan tudjon élni ezen a településen. Erre megvan a település vezetése részéről az akarat, illetve a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai részéről is megvan az akarat. Egy közös ügy, egy közös érdeke mindenkinek, nem csak Mezőhegyesen, az egész országban, hogy mindenki nyugodt körülmények között, minden normális magyar állampolgár nyugodt körülmények között és biztonságban tudjon élni a településén. Mi ebben segíteni fogunk továbbra is Mezőhegyesnek. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit a Magyar Nyelven tudósításában. Csernai István vagyok, a Magyar Önvédelmi Mozgalom Pest megyei vezetője, valamint döntéshozó testületi tag. László Attila testvérem kérésére jöttem le Mezőhegyesre. Nem először járok Mezőhegyesen, ez egy nagyon-nagyon szép és élhető város volt, amíg nem történt meg ez a szörnyű gyilkosság, ami olyan szörnyű, hogy még elképesztő elemeket tudtam itt meg, hogy hogyan történt ez a gyilkosság. Szóval most beszélve polgármester úrról, meg mindenkivel, Mezőhegyesen az emberek elkezdtek félni, amit Attila is említett az előzőekben. Itt beszéltünk most egy utcai járókelőből, aki nem vállalta az arcát, de ő kifejezetten félettől a sostal is találtó, mert pénzlehúzásokkal és egyebekkel is próbálkoztak nála. Szóval a polgármester úrra történő egy egyeztetés során annyit mondtam, hogy kérdezte, hogy mit lehet tenni. Azt kell hangsúlyozni, hogy össze kell fogni az embereknek. Tehát nem azt kell csinálni, hogy
a KK-n a csomót keresni, hogy ki miért nem és egyebek, és, hanem össze kell fogni, össze kell zárjon a magyarság, és még egy, ami nagyon fontos, hogy itt vagyunk most egy páron, és hát a viseletünket viseljük mindnyájan, és ezáltal, hogy mi megpróbálunk egy összefogást közvetíteni, hogy az emberek össze tudnak fogni, mert eljöttünk Pest megyéből, Borsod megyéből, Kakuza Zoli, itt helyi emberekkel beszélünk, és ez az összefogásnak a kinyilvánítása, és megkapjuk azt, hogy rasszisták vagyunk. Egy biztos, hogy nem fogom hagyni, hogy a hazámba cigányterror uralkodjon. A Mi Hazánk mozgalom hosszú évek óta mondja azt, hogy Magyarországnak vannak olyan település és olyan település részek Magyarországon, ahol gyakorlatilag a magyar állam képtelen betartatni a törvényeket, és az ott élő, törvénytisztelő állampolgárok életét, értékeit megvédeni. Azt is látjuk, hogy ez nyilván nem csak az elmúlt 12 év, hanem most már az elmúlt 30 év sikertelen integrációs politikájának az eredménye. Jól látszik, hogy nagyon sok esetben bizony komoly lépésekre lenne szükség a hatóságok részéről. Ezúttal Mezőhegyesen vagyunk, tehát már nem Borsod megyében, vagy nem Baranya megyében, hanem Mezőhegyesen, és ebből látszik az, hogy tulajdonképpen ez egy országos jelentőségű probléma. Mi Hazánk mozgalom ennek megfelelően mindent meg fog tenni a parlamentben, azért, hogy a hatóságok is eredményesebb munkát tudjanak végezni, de leginkább azért, hogy olyan törvénymódosítások sorát fogjuk benyújtani, amelyek eredményeként ezek és az ilyen település részeken lévő no-go-zónák gyakorlatilag felszámolhatók lesznek az országban. Szintézkesen mondjuk önöket, legyen jó kedvesek, Pilzolnyi. Hova szeretnének tovább menni? Hozzám jöttek, én elmondtam azt, amit ezzel kapcsolatban tudok. Igen. Mi az, amit merek tovább? Hát tovább forgatunk Mezőhegyesen. Jó, rendben, megkérem önöket. Helyi lakosokkal fogunk találkozni. De én beszélek veled, megkérem őket, jogszabályokat, mindent tartsam, amit be. Ne provokáljanak, ne kövessék, se szabály sincs, semmi olyan jellegű bűncselekményt, mint ami törvényben. Nem is jellemző, semmi. Nem tudok erre mit mondani, erre megkérem önöket, jó? Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hát igazából azzal kapcsolatban állapodtunk meg egymással, ugye, hogy együtt fog működni a Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Mezőhegyes településnek a vezetése. Az nem hiányzik, hogy itt több száz cigány masírozzon az utcákon. Ezek után, ami történt, ezek után meg pláne. Egyébként azt a rendőrség, ezt mondtam a polgármester úrnak, hogy azt a rendőrség is be tudja tiltani egyébként, mivel az olyan terület most jelenleg Mezőhegyes, ahol az emberek ugye félnek a cigány bűnözőktől. És ha ide jön valaki, mit tudom én, több száz olyan cigánnyal, ugye, akik nyilvánvalóan ugye nem a normálisabb rétegből kerültek ki, hanem az a full tipikus bűnözői csapat, akik a Száva Vincének az emberei, vagy az ő megmozdulásain részt szoktak venni, tehát ez egyértelmű, hogy ez megfélemlíti a település. Igen. De Mezőhegyes lakossága számíthatnánk egyébként, tehát akkor mi is itt leszünk, de bízunk benne, hogy erre nem kerül sor. Nektek sem arra van de szükség, sose lehet tudni. Nektek sem arra van szükségetek, hogy viszont szeretné a polgármester úr, hogy megalakuljon itt a Magyar Önvédelmi Mozgalom. Nagyon jó. Én itt inkább a rendőrséget látom kissé gyengének, a Mezőhegyesi rendőrség. Ugye nem voltak ehhez hozzászokva, hogy itt nem volt igazából cigány probléma. Itt nem volt soha semmi probléma. Úgyhogy ebben őket látom gyengének. Próbáltuk megnyilatkoztatni most a Hudák Attilát, és ő nem akart riportra, és őt le is igazoltatott bennünket, ugye, hogyha megint valami akció lenne, akkor nem tudom, hogy a Száva Vincét leigazoltatták. Nem ugye, tudom. Nem tudom. Színű, hogy bennünket leigazoltattak, nem is érdekes. De ilyen embert, hát biztos végignéztétek, amit mondott, tehát hát nem is foglalkozik azzal, ami történt, hanem csak ellenetek. Igaz? Igen, igazából ez lesz a lényeges, hogy most megkérdezem, hogy nektek, mint mezőhegyesi lakosoknak mi a véleményetek arról, hogy Száva Vince ugye ide jött provokálni, úszítani, és hogy ő megfenyegette a mezőhegyesi lakosokat, hogy 500 cigánnyal fog igen, visszatérni hát, ide. Hát ezt hogy élitek hát, meg ez? Ez félő. De erre szavakat nem lehet találni. És mi a mezőhegyesieknek a álláspontja ezzel kapcsolatban? Tehát most hát örülnek, hogy ide jön Száva Vince, vagy esetleg? Hát, dehogy is. Félnek tőle? Félnek, így van. Hát nem volt itt sose ilyen balhé. Na de ha jönnek, hagyj jönnek, majd jöttök ti is. Meg odaállunk mi is, meg oda. Na hát akkor... Sőt, ugye itt a település bizonyos vezetőinek is az a kérése,
hogy akkor jöjjünk mi is, ne hagyjuk magukra a mezőjegyesi embereket. Persze. Ezt meg tudom ígérni, hogy akkor ha kellő időben meg tudjuk, már hogy meg kell, hogy tudjuk, akkor mi igen, itt leszünk. Azzal, hogy itt is jó lenne, hogyha tényleg megalakulna ez a mozgalom egy része. Tagjai lehetnénk egy jó pár. Fontos, hogy újra szerveződjünk, ugye ebbe tudtok segíteni, igen. Akkor az... Hogyne. Akkor azt meg is lehet kezdeni, sőt a város vezetésnek is igénye, hogy ez alakuljon meg.